Két hétre lezárják az utasok elől a keleti pályaudvart hétfőtől, karbantartás miatt minden vonatot elterelnek. A tervek szerint nem csak műszakilag, de esztétikailag is megújul majd az ország legforgalmasabb pályaudvara. Mutatunk egy rövid összefoglalót, ezt követően pedig a Mávstart értékesítési igazgatójával, Kormányos László úrral fogok majd beszélgetni. Naponta 30-35 ezer utas érkezik ide a keleti pályaudvarra, közülük sokan hallottak már a jövő hétfőn kezdődő felújításról és lezárásról. Hát így sokkal több idő, úgyhogy ez így nagyon nehéz lesz, de nagyon nem örülök neki. Minden nap 420 vonat érkezik ide, ezeket hétfőtől más állomásokra terelik. Ez főleg a napi 11 ezer ingázót érinti majd érzékenyen. A tervek szerint a következő két hétben újra aszfaltozzák majd az egész pályaudvart. Váltókat, felső vezetékeket, talpfákat cserélnek. Ledes utastájékoztató rendszert építenek ki, új padokat, szemeteseket állítanak fel, és lebontják a használaton kívüli büféket, pavilonokat. Több mint 100 ember dolgozik majd a karbantartáson. A keleti pályaudvar felújítása 2,1 milliárd forintba kerül. És akkor a stúdióban köszöntöm Kormányos Lászlót, a Mávstart értékesítési igazgatóját. Jó reggelt kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a megkívásunkat. Nagyon szükséges volt ez a felújítás? Nagyon. Ez egy tervezett karbantartás és egy megelőző karbantartással egybekötött felújítás, aminek az a célja, hogy a vonatoknak a menetrendje, menetrendszerűsége hosszú távon is tartható legyen, illetve az utasok számára egy komfortosabb környezetet nyújtsunk, és a tájékoztatást is megújítsuk. Mert akkor tulajdonképpen ezzel a MÁV elismeri azt, hogy ezt megelőzően folyamatosan késtek, vagy sok vonat késett. Vannak a menetrendszerűségben problémák, ugye az infrastruktúrának az állapota az megújításra szorul. Mit amikor a Mávstart értékesítési igazgatója azt mondja, hogy voltak ki problémák? Az azt jelenti, hogy a vonatoknak a menetrendszerűsége az nem volt 100%-os. Értem, de hogy ez átlagosan mondjuk hány perc késést eredményezett mondjuk egy hónapban? Van ilyen statisztikájuk? Van statisztikánk, igen. Válasszuk szét az elővárosi forgalmat és a távolsági forgalmat. Ugye a vonatok késését azt 5 percen felül mérjük és értékeljük, és a vonatok menetrendszerűsége 90% körüli, ez havonta, évszakonként változik, és pont az a célunk ezekkel a megelőző karbantartásokkal, hogy ennek a mértékét csökkentsük, a kiszámíthatóságot pedig javítsuk. Kormányos úr, akinek van egy pici lakása, az pontosan tudja azt, hogy két hét alatt sem lehet mondjuk egy lakást nagyon felújítani. Mire lesz ez elegendő? Azért kérdezem ezt, mert a korábbi időszakban nagyon sokszor felmerült annak a lehetősége, vagy szükségszerűsége, hogy a keleti teljes egészében komplexen fel kellene újítani. Ezt válaszok ketté. A keleti pályaudvarnak a felújítása, az egy jóval teljes körű felújítása, egy jóval nagyobb kaliberű beruházás lenne. Ez a mostani kéthetes lezárás, ez az apróbb, de szükséges karbantartások, tervszerű karbantartások elvégzésére fontos, abból a célból, hogy a vonatoknak a további közlekedtetését biztosítani tudjuk, és az utas komfortot javítani tudjuk. Ezzel tulajdonképpen azt mondja a Mávstart, hogy a felújítás után már nem lesznek késések? A késések száma csökkenni fog mindenképpen. Amiről most beszélünk, az maga a keleti pályaudvar és környéke. Ugye ennél a hálózat csak magában az elővárosban jóval nagyobb, tehát fokozatosan újul meg és javul a szolgáltatás. Tessék egy kicsit elmagyarázni ezért azt is a nézőinknek, hogy amikor ugye arról beszélünk, azt a jelenséget tapasztaljuk, nem ritkán, hogy késnek a vonatok, a leggyakrabban mi okozza ezt? A leggyakrabban a pálya állapotok, az infrastruktúrának az avultsága. A pályaállapot, a sínrendszer sín, például? Biztosító berendezés, felső vezeték. Tehát ezt a hármast gondolom. Ezen túl viszonylag sűrűn előfordulnak olyan esetek, balesetek, öngyilkosságok, amik vasútársaságon kívül álló okok, időjárási zavarok. Ezek okozzák összességében a késéseket. Két hét azért az utasok körében felújítás tekintetében nem túl hosszú, de azért, amikor ez alkalmazkodni kell, ugye néha már azt érezzük, hogy egy nap is sok. Szóval mit javaslunk az utasoknak, akik rendszeresen használják a keleti pályaudvart? A vonatokat továbbra is vegyék igénybe. Az utastájékoztató felületeken, vonatinfón, a mav.hu per keleti weboldalon érdeklődjenek és nézzenek utána akinek a változásoknak. Akinek nincs okostelefonja, internet hozzáférése? Ők a vasútállomásokon kihelyezett hirdetményeken, illetve a sajtóból minden orgánumban megjelenő információkat tudják szemlélni.
és azok a forgalmi változások és rendszer, amit bevezetünk, mindenki számára biztosítani fogja azt, hogy olyan helyen tudnak leszállni, ahol BKK-s kapcsolat, villamos, vagy metró, vagy autóbusszal tudnak tovább utazni az úti céljukhoz. De amúgy a kiindulási pontokat hogyan próbálják megoldani? Buszok indulnak bizonyos helyszínekre egy szakaszon, vagy a keletiből néhány vonatot átraknak, nem tudom én, a nyugati pályaudvarba, vagy pályaudvarra, vagy a délibe? Tehát minden vonatot, ami a Budapest elővárosi forgalomban közlekedik, leközlekedtetünk olyan módon, hogy a keleti pályaudvar helyett déli pályaudvarra, nyugati pályaudvarra, illetve ezeken kívüli Kelemföld, Kőbánya felső, Zugló vasúti és közösségi közlekedési kapcsolattal rendelkező állomásokra vagy addig közlekedtetünk. És azt szeretném felhívni a figyelmet, hogy abban igyekszünk segíteni az utasainknak, hogy metró kapcsolatot részesítünk előnybe, és több vonatunk akár a nyugati vagy a keleti országrészből a Dunán átközlekedve Kelemföld, illetve Kőbánya Kispestig közlekedik. Tartani fogják a határidőt, ezt a kéthetes felújítást? Igen. Nem fognak csúszni? Nem. Mert ugye ezt hallottuk, hogy ez 2,1 milliárd, jól figyeltem? Jól. Még egy kérdés, hadd tegyek fel önnek azért ezzel kapcsolatosan. Ugye a beszámolóban az is szerepelt, hogy ez nem csak egy műszaki felújítás lesz, hanem részben esztétikailag is felújul, vagy megújul ugye a keleti pályaudvar. Mit fogunk tapasztalni majd ezt követően? Hát két része van ennek. Az egyik maga a tájékoztatásnak a megújulása, ami egy LED falnak a kiépítése lesz a nagy utastájékoztató felületeken, illetve több ponton még az állomáson. Egyéb utastájékoztató infrastruktúra is megújul, használhatóbb, egyértelműbb és az utasok számára kiszámíthatóbb lehetőséget biztosít, illetve egy több mint 8000 négyzetméteren új aszfaltréteg kerül a peronokra, tehát a botlás veszély és az egyéb az avultságból eredő problémák azok megszűnnek. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt nálunk. Mit szoktak ilyenkor kívánni? Nem tudom, hogy a vasutasoknak mit kívánnak ilyenkor. Ugye a premierőt a színészeknek azt szokták mondani, hogy kéz- és lábtörést. Önöknek sikerüljön. Mi türelmet kérünk, és az utasainknak pedig további kellemes utazást velünk. Köszönöm szépen, hogy itt voltam.